Ilyen képet mutat a Tolnai sportcsarnok új öltözője. Az elmúlt években a források biztosította lehetőségekhez mérten, minden esztendőben korszerűsített valamit az önkormányzata létesítményen. A Pesso Felágnes polgármester azt mondta, a város egészen szempontjából fontos, hogy a csarnok megfelelő állapotban legyen, hiszen gyakorlatilag teljes kihasználtsággal működik. Azt gondoltam, hogy egy ilyen közel 5 millió forint a város költségvetésébe kell, hogy legyen, és kell, hogy találjunk. Így is volt. Még évelején megegyeztünk abban, hogy az iskolai szünetben nyilván, amikor nem használják annyian nem használják a létesítményt, akkor fogjuk ezeket végrehajtani. A tanév kezdetére el is készültek a munkákkal. Azt azonban tudja mindenki, hogy rövidesen komolyabb felújításra lesz szükség. Korszerű az épület, de az a funkció, ami tulajdonképpen van, tehát a sportolásnak a funkciója, ahhoz kéne korszerű világítás is, és korszerű sportpadló is. De ez már akkora nagyságrend, hogy a város költségvetésébe jelenleg én nem látok erre forrást. Az első számítások 20-30 millió forintról szólnak, ennek megfelelően a város pályázati lehetőségre vál, és ezzel élve kívánja a további korszerűsítést elvégezni az intézményen.